Mehet a menet. Vajon hol fog visszaváltozni a rendpatkány alakból? Jó. Jó kérdés. Bármikor megszüntetheted, ha jól emlékszem. Mert hogy a polymorf az concentration egy óra, nem pedig instant. De instant. Nem, épp ez az, hogy az rosszul van valamiért beírva. Nem, nem, jó. Concentration egy óra, tehát akármikor megszüntetheted, akár akkor is, amikor éppen egy ajtó alatt próbál átfurakodni. Csak úgy mondom. Miért? Kipróbáljuk a kulcsukos történetet? Jó. Úgyhogy Helmut helyet foglal az egyik fotelben. Most azt hiszem a legjobb lesz tisztázni az érdeklődésünket. Ami azt jelenti, számos könyvet, feljegyzést és hasonló munkát olvastam az idők során, de bizonyos Atticus név soha nem merült fel, mint kutató. Nem megemlékeztem. Mire próbál célozni, ha nem akarok offenzívni, de ez elég támadó jellegű ez a kérdés. Nem rékeztem el, és nem vagyok kutató. Egy újságíró vagyok. Egy könyvíró. Szetla, kérlek. Majd Szetla csetint egyet. És Kastiel ott ül a saját kanapéján. A sajátjában. Mármint, hogy érted. Nem Atticus, hanem Kastiel ül ott. Ahogy érzem, hogy lemegy róla, mondom, hogy ez annyira nem meglepő. Hölgyem nem nagyon tudja titkon tartani, ha rájön valami turpisságra. Előbb-utóbb is éreztem volna magamról ezt a personát. Jó, akkor beszéljünk nyíltan. Bár esküszöm, nagyon jó ötlet lenne írni egy könyvet ezekről a dolgokról. Elég izgalmas. Ó, kétségtelenül. Magam is. Most elolvastam egy külső szemlélő gondolatait. De már itt tartunk. Miss Farnagy úr, az létezik egyáltalán? Ó, természetesen a én magam volnék. Még ha nem is ezen a néven születtem. Érdekes, nem? Ilyen dupla megtévesztés. Mindenkinek vannak alternatív alter egói. Sejtettem, hogy nem lesz haszontalan. Most tehát egy arsdruida? Egy arsdruida is benne van a dologban, de nem vagyunk benne biztos, hogy összefügg el kettő. Az igazság, hogy egyelőre nincs más nyomunk. Fekete Rózsa nagyon különös az utóbbi időben, amit megtudtunk róluk, az nem feltétlenül aggasztó olyan szempontból, hogy nem hiszem, hogy nagyon sok mindenre képesek. A lehetőség az ijesztő, hogyha egy arsdruidának köze van hozzájuk, és mind tudjuk, hogy egy arsdruida mire képes. De hogy őszintén legyek, nem tűnik olyan hatalmasnak. Szóval kicsit nem tudom, hogy mire számítsak. Szóval valójában nem hazudtam, csak több információra más szükségem róluk. Nem tudom, hogy önök velük vannak-e? Vagy velük, vagy kapcsolatban, ez aztán perspektíva kérdése. Meghallgatom a perspektívet. Nos, mondjuk úgy, hogy a vezetőség, mármint, hogy a rózsa vezetősége nem teljesen értéketlen a barátait kereső utazók iránt. Ez kevésbé hangzik, mint egy megfelelőtés, hanem úgy hangzik, mint egy segítőkéz. Ugyanakkor én magam továbbra is üzletember vagyok. A segítség ugyan nem idegen a gondolatvilágomtól,
de szívesen veszek némi ellenértéket. Ha. Tudja, mostanában eléggé kezd elegem lenni abból, hogy mindenki a lányokban beszél. Nem maga az első higgyel, és ezt szeretném elkerülni. Szóval ön ad valamit, és mi adunk valamit. Csak nagyon egyszerűen beszéljünk, mert egy kicsit fáradt vagyok. Nem nagyon aludtam este, az, az igazság. Szóval mit tud ön ajánlani, milyen információt, mit kér tőlünk? Ilyen egyszerű. Nem kell itt nyomatni a descriptív, nagyon titkos dumát. Fölfelé húzódik a szemöldököm, hogy ez igen. Hát jó. Benyúl a köpeny alá, kihúz egy papírt, kitekeri, amin a kontinens északi felének egy térképe van. Legutóbb a kedves Szetlá Nébi problémába ütközött az üzleti útján, aminek a korrigálását szeretném elérni. Tegyék meg nekem, és én megteszek mindent, hogy megtudjam, hogy ez az Ardolla mi van vele, mit lehet, mit tud róla a klán. Teljesen nyitott a könyv. Elég tiszta? Elég tiszta. Pontosabban van egy kis része, ami nem egészen. Mennyire bízhatunk magában? Nos, nagyjából 16 órája találkoztunk először. És illúziók és hazugságok útján beszélgettünk. Vonja le a következtetést. Oda nézek Hardenről, hogy ez megint úgy tűnik, mint egy talány és egy kis rejtett üzenet, nem? Bólogatok. Bólogatok, hogy igen. Fejtsek ki, kérem, hogy mi lenne a feladat. Nos, a legtöbb repülőhajónk, ami az árunkat hordja, most nem igazán közlekedhet ellenőrzött légtérben. Szatlának kénytelen volt a Ditimaja fölött áthozni egy hajót, ami viszont kellek magyarázni. Nos, igen, ránk támadott egy madár, mondjuk úgy. Az egyetlen a környéken, egy rok. És a hajó sajnos nem igazán jutott ki a sivatagból. És azt szeretné, hogy kihozzuk a szájút? Nem, mármint, hogy azt hiszem félreérthetően mondtam. A hajó darabokban van jelenleg. Minket a rakomány érdekel. Világos. Hámud ugyan valóban nem igazán tud tisztán beszélni. Szükségünk van némi munkaerőre, aki el tud vinni engem oda, megtalálja a rakomány között, amire szükségünk van, és hazahoz engem. Egész, ez jól hangzik, mivel így lehet, hogy nekünk is lesz valami erőnk, befolyásunk Hamut fölött, maga fölött, hogy elmondja az igazat, talál valamit Ardolláról. Szerintem ez egy korrekt dolog, és ránézek Hardenra. Igen, ez korrektnek tűnik. Felettébb korrektnek. És mikor induljunk ezre az útra? Most, amit lehetséges, minél korábban? 4 óra múlva. Én nem állok észre. Tudunk bár erről a rókról? Arszik valaha? Tudunk valamit? Tudunk bármit arról a rókról? Arszik-e valamikor? Hol fészkel? Nos, a sivatagnak a nagy része lényben az ő vadász területe. Hogy a fészke hol lehet, nem tudjuk, de bármi nagyobb, ami repül, általában kizavarja onnan, vagy elpusztítja. A hajó is csak egy kockázatos út. Mond? Mekkora ez a madár? Eddig nagy, hogy egy teherhajót összetörjön. És meglehetősen gyorsan összetörjön.
Köszönöm, picit a gondolataiba mélyed. Eszembe jutnak az álmok a kígyóról. Arán, dobj egy wisdom save-et, kérlek. Csak úgy. 5, 6. De csak úgy, mellékesen, nem fontos. Szerintem 4 óra múlva találkozunk Amánnak a fogadója előtt. És akkor elmegyünk az útunkra. Ardrim? Benne vagyok. Most akkor... És csettintek egyet. Oké, kérdés. Patkányeren, patkányként, hogyha kint vagy már a folyosón, merre felé futnál? Kifelé vagy befelé a házba? Egyértelműen befelé. Oké, akkor azt mondom, hogy... És fölfelé a lépcsőn, vagy lefelé a lépcsőn? De nagyon jó kérdés. Lefelé a lépcsőn. Oké. Akkor... Arán, ahogy hirtelen visszakapod a saját méreteidet és halakodat, érzed, hogy két hordó közé vagy jelenleg beszorulva, ami mindkettő valószínűleg tele van a súlya alapján, és kicsit ilyen féloldalasan fekszel a földön, próbálod félretolni magad körül a dolgokat, csak hogy talpra tudj állni. Belenézek a hordokba. Oké, a... Sötét van? Egyrészt. Igen. Ja, fény nem gyűjtök azért. Jó, de ahogy azért kinyitsz egy hordót, megtapogatod, érted, hogy az egyikben valami folyadék van, másikban valami élelmiszer lehet. Szaglásra semmi illegális. Ennek törvénytelen szaga van. Halló, mondom ezt. Csak nem veszem. Úgy tűnik, hogy egyedül vagy. Uh-huh. Idadönt. Akarsz több időt tölteni kutatkodással? Hát egy gyorsan átnézem, csak egy-két perc alatt. Azt mondom, hogy dobj egy investigation-t. Annyira nem akarok azért húzni időt. Van, vagy van értelme, mondhatja kutakodni. Azt mondom, hogy dobj egy investigation-t. 13. 13. Te, hogy átnézed a ládákat, találsz egyet, amiben aránytalanul kevés dolog van, de ugyanakkor a... Mi az az alja? Kicsit, mintha magasabban lenne a földről, hogyha belülről nézed. Uh-huh. Ahogy matadsz vele. Kicsit fejnyit, látszik egy ilyen dupla federű doboz, amiben... Nyilván kis bőrzacskók vannak. Kinyitom őket? Valamit találsz benne? Ilyen fehér... Nyilván a alakra olyan, mint egy virágszirom, de állagra inkább gyertyaviasz. Tehát egy kicsit formálható, eltörik, hogyha nagyon erőlteted. Tehát ezek virágszirom, de viasz van. És fehér, nem fekete. Kb. Igen. Aha, és hányat írják fel? Azt mondom, hogy ha mindent el akarod vinni, akkor írjál fel 6 zacskót. Aha, oké, és jó, hogy el akarom vinni mindet. Vagy megszaglászom, vagy arcana check-kel esetleg megbírom nézni, hogy ez valami a szemvegem. Nature check-kel. Uh-huh. 19. Ami azt jelenti, úgy tűnik, hogy valamiért része volt az oktatásodnak. Ezt úgy nevezik, hogy fehér szirom. És hogy is mondjam? Heroin? Hát nem heroin, inkább LSD. Aha. kifejezetten illegális. Valószínűleg tudod, hogy a legtöbb civilizációban. Aha. Hosszú távú használata pedig, hogy is mondjam, lényben a tökreteszi az embernek az emésztését. Kinyújtom a nyelvemet. Aztán pedig azt mondom, hogy ez illegális. És elrakom és becsomagolom valami olyan dologba, hogy lehet tényleg, hogy átkutatnak az űrök, de azon ne találják már vagy.
Oké, okay. Valahogy így elteszed a két hezenek, ki nem mosott koszos alsógatyáidba. Aha. Jó, és elindulok felfele. Visszacsukom persze mindent. Oké. Okay. És elindulok felfele. Találkozok valamit, hogy folyosom. Lépsőtén kinyitsz egy ajtót, egy folyosón találod magad. Mellette, de az ajtó mellett áll egy őr hasonlóan színes ruhában, szabjával. Ki egyből odakap, hogy ki vagy, hogy kerültél te ide? A barátom valamiért patkánnyá változtatott, és elfutottam, mert megijedtem. Tudod, ezt úgy gondolod, mintha logikusnak kéne, hogy legyen. Szerintem sem, az teljesen egyetértek. Elég random egy volt. Továbbra is kezét a kardján tartva, hogy indulás vissza, majd az úr eldönti, hogy mi lesz veled. Szerintem is. Mondom, ez kicsit elmosítva. Ja, visszavezetnek ugyanaz a szobába, ahol ámúd is van. Így Hardinra ránézek. What the fuck, bro? Arccal. Szóval itt vagyok. Te meg látod, hogy nagyon, nagyon mérges fejet vágok. Hol tartottatok? Figyelembe se veszem a rendőr, hogy már felálltam, és lehet majd bejönni, és hogy meglátom a rendőr, oda nézek Hardinra, és visszafordulok Hamoud és Settle fel, és mondom, hogy ami azt illeti, legyen holnap reggelszínűlés, úgy látszik a druidának, és kell pihennie, hogy visszakapja teljes erejét. És ami azt illeti, úgy tűnik, biztos, hogy vannak még titkaink, bár szerintem azt mellőzhetjük. Úgy tűnik, hogy tudunk eleget a másikról. Remélem, hogy ha mi minden erőnket beleadjuk ebbe, hogy segítsünk önnek, akkor ön is minden erejét bele fogja adni. Vannak olyan részei a Fekete Rózsák klánnak, ami nem feltétlenül zavar minket. Vannak önök, amik még zavarnak, mert nem kéne, hogy így történjenek. De lehetséges, hogy nekünk feltétlen nincsenek ellentétjeink. Remélem, ez logikusan hangzik. Maga mondta, hogy ön egy üzletember. Valóban. Azt hiszem, jobb, ha megértik, hogy a rózsa nem igazán egy ember irányítása alatt van. A különböző cellák, mondhatni, a maguk üzleti irányait folytatják. Ha az egyikkel nem értenek egyet, átmehetnek egy másikhoz üzletelni. Ez elég érdekes, és a maga cellája az szigorúan csempész? Esetleg? Csempészárú. Nem igazán tudhatok róla, nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan nem is Misfárt kérdezem, hanem magát. De amennyiben Misfár nagy úr erről nyilvánvalóan nem tud, én magam inkább élvezeti cikkekben utazom. Emberek, rabszolgák részét képezik ezek a cikkeknek? Sok munka van vele, és nehéz fenntartani őket. És köpök egyet. Ő kifejezetten ellenzi. Nagyon helyes. Tehát megszerezzük ezt a rakományt, és remélhetőleg a közeljövőben maga tud nekünk szerezni információt erről az arcruidáról, Ardulla. Hát remélhetőleg mire visszaérnek. Valóban talán már meg is leszek. Valamint egy ilyen hatalmas csókról van szó, és ne legyen Isten, ha véletlen sikerül huzamosabb időre megoldani a problémát, értékelni fogja. Nem csak úgy, mint egy egyszerű business tranzakció. Ez egy melyik problémát? A mi problémánkat. Ha már a problémája minket érdekel. Úgy csak kicsit akadozik a hangod. Kezd ilyen, épp eltűnik a sötétség. Szóval, ha huzamosabb időre is meg tudjuk oldani ezt a problémát, amit ön felvetett a rókkal, remélhetőleg ez arra fogja sarkalni önt is, hogy mi is
nagyobb energiát fektessen abba, hogy a mi problémákat megoldja. Természetesen. Egy hely lenne legjobb talán. Pár név esetleg, ha van kapcsolat. Ó, természetesen. Én úgy mondanám, hogy egy sikert másik sikerrel jutalmaznék. Legyen így. Akkor holnap reggel találkozunk a ment fogadójában. Felpattanak és elindulok kifele. És rámosolygok Szetlára, ahogy ezt mondom. És bólintok egyet. Szerefén egy rigy lesz. Ömben. Kocsit és lovat biztosítunk a gyorsabb utazás érdekében. Nem kell köszönjük, most még, mert a... most nem kell. Hát azért, amikor érkezik, akkor a lovak és a kocsik is jöhetnek, aztán majd reggel eldöntjük, hogy hogy fogunk haladni. Úgy lesz. Oké, bye! Kisétálunk. Szia, fúz! És fejezet vége? Jobb. Yep.